A Kárpát Express mai első állomásán tamburán muzsikálunk a délvidéki tücsök táborban, majd egy értékőrző felvidéki családi vállalkozást ismerhetünk meg. Innen Szatmárba egy rendhagyó nyári táborba utazunk, végül pedig erdővidék csodálatos tájaira kalauzoljuk Önöket. Tartsanak velünk! Tambura szó várja a Péter Révei tücsök táborba érkező gyerekeket, melyet már 9. alkalommal rendeztek meg a délvidéki településen. A táborba nem csak Péter Révéről, hanem a környékbeli falvakból is érkeztek kicsik és nagyok. Az iskolások már a sátrat állítják, miközben a kisebbek a kosárfonás tudományával ismerkednek. Nem csoda, hogy ilyen sok apróságot találunk itt, hiszen maga a tábor ötlete is a gyerekektől származott. A gyermekek továbbképezték magukat népzeneszakon, és tőlük jött az ötlet, hogy nem-e volna kedvünk népzenetábort tartani. És akkor úgy gondoltuk a vezetőség, hogy vágjunk bele. Az első tambora és népművészeti tábort 2010-ben szerveztük. A helyi gyerekek körében nagy népszerűségnek örvend délvidék hagyományos hangszere, a tambura. Ti a középső kettőt. Itt épp a Góbé zenekar egyik tagja, Császnyi Imre mutatja be a hangszert. Tambura az egy hungarikum. Azért jobb ez egy picit, mint a sport, mert itt nem kell mást legyőzni ahhoz, hogy meglegyen a sikerélmény, hanem együtt kell jól érezni magunkat. És azáltal, hogy a gyerekek muzsikálnak, a másik gyerekek énekelnek, egy olyan interakció jön létre köztük, ami ilyen boldogsághormon termel. A tábor közösségépítő ereje vitathatatlan, és a magyar népi kultúra megismertetése a legkisebbekkel kifejezetten fontos. A tábor célja az, hogy a gyerekek a hagyományokkal megtanuljanak élni. Nagyon fontos az, hogy a zenei anyanyelvünkön meg tudjunk szólalni, főleg itt kisebbségben élő magyar gyerekek. Tüzet viszek, ne lássátok, ha lássátok, se mondjátok. Itt már az egészen aprók tanulnak népi játékokat, de nem sokáig, hiszen oktatójuk hamarosan párba rendezi őket, és már indulhat is a körtánc. A kicsik az elmúlt napokban több népi mondókával is megismerkedtek. Meg is kérdeztük őket, hogy melyek voltak ezek. Dalokból a lipen lopom a dinnyét, a erre kakas, erre tyúk, meg a tüzet viszek, ne lássátok, meg még ilyesmiket. Ezen népi mondókák és körjátékok adják meg az alapot a kicsiknek, amikre majd a jövőben építkezhetnek, mint az iskolások, akik épp népdalokat tanulnak oktatójuktól, a korábbi műsorunkban már bemutatott Cseszák házas pár hölgy tagjától, Anikótól. Figyelj! Ez az én rajta! Ez az én szeretőm, ez a pici barna! Az iskolások énekétől hangos az udvar. A népdalok a magyar népi kultúra azon elemei, amelyek mélyen a lélekben gyökereznek. A gyerekek számára nagyon fontosak a népdalok, nem csak ugye a táborban, hanem már a születéstől fogva, sőt már az anyamében is nagyon fontos, hogy a gyerekek hallják a népdalokat, mert ezzel fejlődik nekik az anyanyelvük, a szókincsük, a ritmus érzékük, és ezzel lesznek egészek. Fordulnak a lányok! Nincsen tücsök tábor néptánc nélkül. Itt éppen jássági táncokat tanulnak a fiatalok Balázséktól, akik idén már 5. alkalommal oktatják a gyerekeket a táborban, akik mindig rengeteg új élménnyel gazdagodnak. Ez egy kisebb magyar közösség, és hát a vajdasági magyarságnak fontos, hogy legyenek táborok, főleg gyerekeknek, ugye a néptánc táborokról beszélek, hogy megismerhessék a népi kultúránkat, a néptánc kincsünket, a néphagyományainkat. A tábor közösségépítő erejét mi sem bizonyítja jobban, mint a napvégi közös örömzenélés és éneklés, ami megerősíti a gyerekeket az egy nemzethez való tartozás érzésében. Sok évtized kihagyás után élesztették fel a családi hagyományt, a felvidéki szikvízüzemet, ahová hamarosan ellátogatunk.